Vagyok. Ez itt a Nyugi Mese, a Marikler Ler Ez nem tündérmese, hanem igaz történet. De szebb minden tündérmesénél, mert egy igazi kislány igaz története. A sehány éves kislány. A nevem Marika. Két esztendős kislány vagyok. Ez a mamám. A papám nagyon erős ember. Mielőtt megszülettem, csak fiúk voltak a családban. Pisti, Palkó és annyi, de annyi unokatestvérem, hogy be se tudnám mutatni valamennyit. Nos, amióta megszülettem, a rengeteg fiú közt én vagyok a ház királynője. Második születésnapomra a nagynéném, Magdus rajzolt nekem egy képes könyvet. Megrajzolta a születésem történetét. Lapról lapra jól megnézzétek ám, mert ti is így születtetek. Tehát volt egyszer egy fiatal ember, meg egy fiatal lány. Szerették egymást, és szerettek volna együtt élni, ezért aztán összeházasodtak. Ők az én papám és mamám. Megismeritek őket. Szerették volna, ha gyerekük is van. Mamám egy szép napon ráeszmélt, hogy jól elrejtve ott hordoz engem a hasikójában. Ez tél végén történt. Ahhoz, hogy egy kisbaba megszülethessen, három évszaknyi idő kell. Engem őszre vártak. Milyen messze van még az, mondta magában a mamám. Közben azonban szépen lassan nőni kezdett a hasacskája. És egyre nagyobb és nagyobb, és nagyobb lett. Én pedig egész idő alatt benne voltam, így ni. Február vége táján, akkorka sem voltam még, mint egy borsószem. Mikor az orgona nyílni kezdett, én még mindig nagyon aprócska voltam. Olyan apró, hogyha valakinek eszébe jutott volna, hogy ruhácskát varjon nekem a kertünkben, egy nárcisz öt szírma bőven elég lett volna hozzá. Amikor nyár elején a tavon kivirágzott a vizililium, én, nézzétek csak, ilyen voltam. Július végén minden évben kivirulnak a rózsák. Nekem azonban még fogalmam sem volt róla, mi az a rózsa. Később megjött az ősziköd. A lila kikericsekre hullongani kezdtek az első halott levelek a természet álomra készülődött. Én viszont ébredeztem, hogy hamarosan megismerjem a fényes napvilágot. Rajzold le, kértem. Hogyan voltam a mamámban? Így. És hogyan jön elő a gyerek? A mamája két lába közt egy kis nyíláson át. A fiúk testén nincs ilyen nyílás. Egyedül csak a lányokén. Talán kis fiú lesz, ábrándozott a mamám. Kisfiú? Ilyen, mint ez? Vagy talán kislány? Egy szép, szőke kislány, mondta a papám. Olyan szőke, mint egy tündér. Mikor aztán megszülettem, egyáltalán nem olyan voltam, mint amilyennek megálmodtak. Ők azonban ezerszer szebbnek láttak, és nem győztek betelni a nézésemmel. Néhány napig a kórházban maradtunk a mamámmal. Ezen a rajzon már otthon vagyunk, és ott van velünk papa is. Mamám a tejével táplált. Minden mamának, akinek gyereke születik, van teje is, hogy a gyerekét szoptathassa. Minden gyerek így jön a világra? Úgy bizony, minden gyerek. Az is, akinek fehér a bőre és szőke haja, akár a búzakalász. Az is, aki pucéran él távoli, ismeretlen földeken. Mind akiket a hátán hord a mamája. A fekete bőrű kisbabák. A sárga bőrű kisbabák. Azok a gyerekek, akik a napon táncolnak, mikor nálunk éjszaka van, és te alszol. Meg azok, akik a régi időkben éltek. És a felnőttek is, mind-mind, amikor még kicsik voltak. Papa, mama, nagypapa, nagymama, és mindenki a világon. Akár csak te, aki ezeket a képeket nézegeted. És ezt a mesét hallgatod. Így születtél. Így születtünk. Most már tudod? Elmeséltem neked, Marika születésének történetét. Remélem, hogy jó volt ez a kis mese. Én nagyon szeretem. Nekem ez volt a leges, legelső mese, amit anyukám elkezdett nekem olvasni. Annyira régen, hogy én még nem is emlékszem. Talán pont két éves voltam, mint Marika. Akinek születésének történetét hallhatták. Örülök, hogy velünk voltatok, hogy velem voltatok egy picit. Sziasztok!